vigyázz hazán! Hajnal csillag szép keresztünk ragyog felre áll. Szent koronán, úgy vigyázz hazán! Hajnal csillag szép keresztünk ragyog felre áll. Nemrég adták át a tatai Szent Kereszt plébánia templom előtt álló 5 méter magas homokszobrot. A 150 köbméternyi 225 tonna súlyú homokból az 1920-as magyar királyi címert faragta ki koronával és angyalokkal Monostori Ferenc szobrász. A homokszobor eredetileg június 4-ére készült volna el a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából, de a koronavírus járvány miatt a munka csúszott. A tinnyei szobrásszal a homokszobor előtt beszélgettünk a kezdetekről és az alkotásról. Már nagyon fiatalon elhatároztam, hogy én valamiféle képzőművész leszek, mert gyerekkoromban faragtam, édesapámtól kaptam favésőket, meg hozott cseresznyefát, diófát, és már akkor kezdtem ezeket a fúrás, faragást, nagyon szerettem. És akkor utána rajzolgattam, tehát ez az irány nekem már gyerekkoromban így meghatározódott, és azután pedig, mert viszont intenzíven sportoltam is, tehát volt egy 4 év, amikor én gimnáziumban jártam, és akkor sportosztályban jártam, ott nem tanultunk rajzot, mert hogy ezek miatt, könnyítések miatt lehetett sportolni reggel, és azután, miután leérettségiztem, azután mentem el egy kőszobrásziskolába, ahol volt már mintázás, és én elvégeztem, egy kőszobrászként végeztem, és akkor próbálkoztam a főiskolával, egyetemmel, aztán úgy jött, hogy az élet kisodort engem Portugáliába, az akkori kedvesemmel kimentünk ott szerencsét próbálni, és nyilván ott is folytattam ezt a kis tevékenységemet, követ faragtam barátommal, Mário Mirandával, és ott kérlek szépen egy 600 éves navigációs iskolába csináltunk egy kiállítást. És még 8 művész, azt hiszem, vagy velünk együtt 8 művész, és oda jött az a hölgy, aki akkor szervezte az első homokszobor fesztivált Portugáliába, és egy ilyen lokál művészeket gyűjtött össze, hogy hát ha van kedvük kipróbálni ezt a fajta szobrászatot, és akkor én voltam, nagyon fiatal voltam, és megtetszett, és elindultam ezen az úton. És akkor onnan kezdődött, ez 2003-ban volt. Ott Portugáliában is már ilyen monumentális nagyságokba csinálták? Tehát nem kicsibe? Nem. Tehát ott a Portugáliában úgy hívják, hogy Fieza ezt a homokszobor fesztivált, és az a világ legnagyobb homokszobor fesztiválja, tényleg a világon a legnagyobb, tehát egy borzasztóan nagy, sok homok van. És akkor hazajöttél, és akkor megpróbálkoztál ezzel? Nem, tehát az volt, hogy akkor még kint voltam, és akkor onnan Portugáliából elhívtak egy, ugye ismeretségeket kötöttem a szobrász kollégákkal, áthívtak Belgiumba, aztán Németországba, Hollandiába, és akkor ez egy elindult. És utána jöttem haza, ugye Portugáliába 2 évet éltem, és akkor már innen itthonról jártam ki külföldre, meg járok még mind a mai napig. Itt Magyarországon divat ez a homokszobrászat? Hát ezt próbálom úgy elindítani, ugye egy pár éve, 2015-ben Tinnyén kezdtem el az első homokszobrot, ott bár térségben már korábban csináltam, 2011-ben, Budajenőn volt a legelső, aztán Tökön, és utána meg Tinnyén, és akkor Tinnyén volt egy ilyen hagyomány, hogy minden évben csináltam egyet a foci pályánál, és az nőtte ki magát tavaly, már egy ilyen meg tudtunk hívni, vagy legalábbis én meg tudtam hívni nemzetközi szobrászokat, és akkor már egy egész kiállítás volt. Milyen témákban alkotsz elsősorban? Hát ez érdekes kérdés. Szeretek művészi kortárs témákban alkotni, ugye, amikor tehetem ott a faluba, az utóbbi 2 az már ilyen úgymond elég erős művészi töltet volt, meg is osztó, meg megosztó volt, tehát nem egy Kossuth Lajos portré, akit mindenki csodál és szeret, hanem mondjuk Konfúciusz volt az egyik kedvencem, aki egy baba test és egy öreg fej közötti konfúzió ihlette a nevet, meg az egész témát, és azt már úgy nézegették, hogy mi ez, de hát igen, hát ilyen művészet, az egy kommunikáció, nem mindig szép, nem mindig mindenkinek szép, valamit közölni akar. Úgyhogy nagyon szeretem a kortárs témákat, ugye amikor így megkérnek ilyen nagyobb dolgokra, akkor ott is azért mérlegelek, hogy mi az, amit elvállalok, de ezt a témát szeretem.
Hát meg a magyar történelemmel kapcsolatos magyar történelem, dolgok is van, mindenféleképpen. Térjünk rá erre a tatai munkádra. Ez hogy jött? Ez úgy jött, kérlek szépen, hogy ugye az NK-nál megpályáztam egy ilyen projektet, tehát volt egy, van egy jó barátom, aki ismerte a tatai polgármester urat, és elgondolkodtunk, hogy nem lehetne itt Tatán. És akkor idejöttünk, beszéltünk, a polgármester úr azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, ő tudna neki teret adni, de viszont hát anyagilag ők nem nagyon tudják ezt az egészet finanszírozni, és akkor rápróbáltunk az NK-nál, mint ahogy tavaly is, és hál' Istennek sikeresen elnyertem a projektet, és így jött létre ő. Beszéljünk most arról, hogy konkrétan művészileg hogy sikerült ezt megcsinálni, hogy kezded ezt, hogy képzeljék el az emberek, hogy kell egy ilyen monumentális homokszobrot létrehozni az alapoktól egészen a készalkotásig. Tehát ez nem volt könnyű, mert ez szerintem így Közép-Európában az egyik legnagyobb homokszobor, ekkora nem nagyon szokott lenni, csak az ilyen nagyon nagy fesztiválokon, ahol ott van 40-50 művész, de hogy így egy ilyen kisvárosban egy ilyen homokszobor, ez egy unikumnak számít. Maga 5 méteres magasságával, mint egy 10 méteres szélességével. Maga a forma, amit összedöngöltünk, az 8 méter széles volt, és zsalú anyagba döngöljük bele, és akkor így volt ez 6 réteg magasan, és lebontottuk az első 2-t, és fölülről lefelé haladva faragjuk. Tehát azért is volt nehéz, mert ott 5 méter magasan, ha meglátsz valamit, le kell jönni, ugye mindig le kell jönni, mert ott olyan közel vagy, hogy nem látod a hibákat, meg nem látsz semmit, tehát egy teljesen más képet kapsz, tehát mindig le kell jönni. És utána, mire visszamész, és megint közel leszel, elfelejted, hogy mit is kell rajta javítani, mert ott meg onnan már nem látod. Tehát mindig leföl kell járkálni, ugye ilyen létrán, meg a formákon mászkálni, tehát nem egy egyszerű feladat. És egy picit lassan indul a teteje, aztán itt lent meg már könnyű, mert itt meg odaszalad az ember mindig, amikor valamit alakítani akar rajta. Honnan hozzátok a homokot, és mivel? És ezt a homokot, ezt a vértesszőlősi bányából hoztuk, tehát általában mindig egy projekthez mindig a legközelebbi homokbányát használjuk, mert nyilván az a legköltséghatékonyabb, tehát legközelebbről hozni a homokot. Van ennek valami titka, hogy ez valami speciális homok, vagy kezelitek abszolút valamivel, vagy csak locsoljátok? Tehát hogy maradnak benne ezek a minták? Hogy maradnak meg? Ez nagyon-nagyon erősen le van döngölve, ipari döngölő békával, és nagyon vízesen. Tehát ez egy 3 napos előkészület volt, hogy ezt fölrakjuk, ledöngöljük a homokot hozzá, ezekbe a zsalúanyagokba. Utána kezdődik a faragás, tehát utána olyan erős, olyan kemény lesz a homok, hogy látod, hogy így megtartja. És miután kész van, azután van egy ilyen vízbázisú fixálónk, azzal nyilván lefújom, hogy ne fújja szét a szél, meg az eső azért ne verje szét, ugye az a nyár folyamán, de maga a szakító szilárdságot ez nem befolyásolja, tehát nem attól áll meg, mert hogy van rajta egy kis réteg ragasztó, hanem maga a tömege, amivel össze van döngölve. Hányan csináltátok ezt? Ezt 2-en csináltam, én és Radek Zsivni, a cseh kollégám. Mit láthatunk itt? Hát itt ez az 1920-as magyar címert Szent Koronával, az angyalok, ahogy tartják, és ez ugye a Trianon 100. évfordulójára készült el, és annak állít itt emléket, ameddig itt lesz. És nagyon tetszik maga az anyag, tehát maga az, hogy a szimbolikája a szobornak, nem is a szobornak, hanem az anyagnak, hogy homok, tehát hogy minden elmúlik egyszer, tehát mint az öröm, a fájdalom, a bánat, a harag, egyszer így minden elmúlik, és ez is van, és nem lesz tovább. Nincs benned egyfajta ilyen hiányérzet, hogy ugye pár hónapig ez megvan, időjárás függő, és aztán nincs. Nincs, ezt így megszoktam, meg nagyon-nagyon szeretek ugye fotózni, rengeteg képet csinálok róla, és akkor azok és akkor megmaradnak. Azok megmaradnak. Még el kell mondanom valamit így, ahogy csináltuk, tehát mivel hogy ez olyan nagy, 8 méter széles zsalu volt, hogy nagyon-nagyon széles, hosszú, és ahogy döngöltük a homokot, nyomta ki a magát a homokot, és repedések keletkeztek benne, és a befejezés előtti 3. napon leszakadt egy jó nagy darab, egy ilyen kagylós rész, ott az angyaloknak a válla, a 2 darab, lehet látni, és van benne egy repedés ott a harmadik oroszlánnál, és az egész lecsúszott. És vissza kellett rakni, tehát nem így volt tervezve, át kellett terveznünk. Ezek az angyalok szálltak volna, csak így álló alakban, kontraposzt alakban repültek volna,
és azért át kellett vertikálni az egészet egy ilyen visszadöngölt, kézzel raktuk vissza, az meg már nem ugyanaz a keménység, tehát mint hogyha géppel tolnád le. Tehát volt benne egy nagyon nagy izgalom, amikor így kicsit megijedtünk, hogy most mi lesz, de hál' Istennek sikerült helyreállítani. Tehát olyan volt. Mennyi idő alatt készült el? 10 nap faragás volt benne. Ez napi hány órát jelent? Hát ez napi olyan 8-10 óra. De esőben is tudjátok esetleg csinálni? Ami mondjuk akár nem igen. Olyan nagy. Tehát igen. A túl nagy eső az nem jó, de egy pici eső igen. Tehát nekünk inkább most a nap volt az, ami nehezített körülmény volt. Most is érzed, hogy szikrázik vissza erről a homokról a nap. Ez a délután, ezek nagyon kemények voltak, és most ahhoz képest azért hűvös van. És akkor picit azért locsolgatni is kell, hogy... Egy folyamatosan, ami nincs kész, folyamatosan locsolni kell, mert ugye szárazzal nem nagyon tudsz mit kezdeni, tehát akkor tudsz vele dolgozni, hogyha szép nedves a homok. És akkor ez pár hónapig van, és akkor utána a homokot azt... November-decemberig van, és nekem az is érdekes, amikor a természet visszaveszi, tehát ahogy mint egy kőszobor, mondjuk azt szoktam mondani, hogy egy kőszobor az ugye 10-15 év alatt, az is szétesik, csak 10-15 ezer év, azt nem látjuk. A homok is valójában kő, mert hogy ez a lecsiszolt, igen. Csiszolódik az erózió által. És így ahogy láthatják, hogy szétesik, nekem az is érdekes tud lenni, mert egy-egy szobor az kimondottan szép, jól néz ki, ahogy így, a töredék magában, ahogy így esik szét, és akkor így láthatják, hogy hogyan megy szét egy ekkora alkotás. Gyönyörű, szép, gratulálunk hozzá. A jövőben tervezel-e valamiféle extra nagy alkotásokat bárhol az országban, vagy mik a terveid? Hát most lehet, hogy összejön egy Szent István, ugye augusztus 20-ra. Hol? Hát ez Csepelen lehetséges, de nem biztos, még tárgyalás alatt van, ők megkértek engem, és akkor majd beszélgetünk róla. Nagyon szeretném, mert én ott születtem, ott nőttem föl, úgyhogy nekem az fontos, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Hát további sok sikert, és gratulálunk ehhez a gyönyörű alkotáshoz. Nagyon köszönöm.